A néhány százfős kis falu Százdazipolytól nem messze a határ folyó túloldalán fekszik. Ide nem járnak turisták, de a domboldalán megbújó templomának freskói az Anjoukor legértékesebb mesterművei közé tartoznak a Kárpát-medencében. A templomot valaha Szent Miklósnak, az utazók és kereskedők védőszentjének szentelték. Szászd története szorosan összefügg a középkorral. A község egy nagyon fontos kommunikációs útvonalon feküdt, Esztergom királyi és egyházi székhely és más középkori bányászvárosok között. Tehát elhelyezkedésének köszönhetően fontos szerepet játszott. Építészetileg egy egyszerű, egyhajós templom, téglalap alakú presbitériummal, valamint később a gótika idején hozzácsatolt északi sekrestjével. A keresztboltozaton épségben fennmaradt az YHS jel, Krisztus monogramja. Esztergomtól légvonalban körülbelül 20 kilométerre található ez a kis település, amiről nagyon-nagyon kevesen és nagyon keveset tudnak. Annak ellenére, hogy az itáliai Trecento stílusában készült falképekkel büszkélkedhet ez a templom. Itt egy abszolút itáliai stílusú, letisztult, finom díszítéssel találkozhatunk. A 12 apostol álló, keretekben álló nagyméretű alakja látható a szentélyben, tehát abszolút odaszögezi a látogatót, és ez a stílus, ez a letisztultság, amiben ezeket az apostolokat megfestették, ez ugye abszolút nyugat felé mutat. Nem kisebb kegyura volt ennek a templomnak, mint Szaracén Jakab, legalábbis a 14. századról beszélünk most. Szászd első írásos említése szerint IV. Béla király a környéket a lovagrend birtokába adta. Később Károly Róbert Vallóniából érkező patikáriusáé lett, és így kerülhetett tovább a következő királyi patikáriushoz, Szerecsen Jakabhoz. Nagy Lajos király udvari gyógyszerészéről és kegyeltjéről kevés tudható, de az biztos, hogy a középkori Magyarország egyik fontos személyisége volt. Amellett, hogy királyi patikárius volt, a Harmincadvám és az erdélyi sóbányák vagyonkezelője, később minden kamara vagyonkezelője lett. Mint egy mai pénzügyminiszter. Mert ami biztos, hogy Padovából érkezett, méghozzá a király, Nagy Lajos király meghívására, és az ő főtitulusa a rengeteg egyéb rang és titulus mellett, amit ugye a királytól kapott, az a királyi gyógyszerész. Nagy Lajos gyógyíthatatlan beteg volt, tudott is róla, tehát nagyon fontos ember volt számára az, aki az ő egészségéért felel. És annyira fontos volt, hogy rengeteg kamara ispáni címet, rengeteg birtokot kapott a királytól, és nem utolsó sorban, amire a középkorban nincs példa, saját pénzt veretett. És ugyanolyan rangú rendű volt Szaracén Jakab pénze, a Szaracén dénár, mint a király pénze. Szóval ez a Szaracén Jakab, aki ennyire fontos pozíciót töltött be a királyi udvarban, padovai származású volt, jelentős birtokokkal bírt, nagyon-nagyon fontos személyiség volt, ugye mint anyagilag, mint lehetőségileg megtehette az itáliai festő ide hozását Szászdra és az ő szászdi birtokára. Érdekesség, hogy Szerecsen Jakab a pécsi és a budai pénzverde vezetője is volt. A profil képével ellátott úgynevezett Szerecsen dénárokon már 1372 óta látható. Ez a jelentős és gazdag kamarás volt a finanszírozója a templom freskós kifestésének. Szerecsen Jakab olasz származású volt, és Pádovából érkezhetett. A királyi udvarban mozgott, és nem okozott neki problémát egy elismert és képzett itáliai festőt elhívni és megfizetni, aki valójában a Trecento csúcspontján dolgozott itt. Annak köszönhetően, hogy Szerecsen Jakab egy ilyen művészt tudott ide hívni, ma az itáliai reneszánsz egyik legritkább freskójának töredékei láthatók itt, Szászdon. A Szent Miklós templom szentélyében látható falképek festőjének személyét még nem sikerült azonosítani. Talán Észak-Itáliából, Lombardiából érkezett, talán Firenzei lehetett. Mások szerint Giotto padovai vagy más festőműhelyéből került ki. A falképek két periódusban készülhettek, a szentélyben a 12 apostolból 4 teljes egészében 6 töredékesen maradt meg. Ezekkel a statikus alakokkal ellentétben áll Szent Ferenc ábrázolása a diadalíven. Az egyik falon egy előrajzolt képvázlata is látható.
A falfestmények egyértelműen olyan olasz módszerekkel lettek felfestve, amelyeket Sennino Sennini foglalt össze a festészetről szóló értekezésében a 15. század elején. Itt az aláfestés klasszikus folyamatát láthatjuk, mint a kompozíció ütemtervét, amelyre aztán a festő egyéni napi terveket vitt fel. Főleg Krisztus életéből származó bibliai jeleneteket, valamint az apostolok alakjait festette. A falfestmények precíz kivitelezése a töredékesség ellenére is komoly jegyeket mutat a festő kimagasló festői képességeire. Ezek a falfestmények elszigetelt egyéni alkotásként készültek, messze megelőzve a korukat. De a megrendelő Szerecsen Jakab elérte, hogy a szerződtetett mester itt egy csúcsművet készítsen az ő lelke öröküdvére, egy teljes kifestett templomot szentéllyel. 2019-ben kezdték meg a templomnak a hajó feltárását. Ekkor kerültem én oda, és azt remélve, hogy a templomnak a hajójában Krisztus jelenetek fognak előkerülni. De sajnos a hajóban nem került elő semmilyen festékréteg, csak nagyon töredékesen és nagyon pár darab. Kb. 10 évre rá kezdődhetett, kerültek rá a freskók, ami már Szerecsen Jakab idejéhez köthető. Egy itáliai mestert hivatott valószínűleg, aki kifestette a templomot. A megrendelőnek először is erre a messzes rétegre felvázolta az ikonográfiát, ezt vörös pigmenttel tette, és mikor a megrendelő jóvá hagyta, megkezdődhetett a falképek megfestése. Ez úgy történt, hogy vett egy kalapácsot, és a kalapács végével különböző lyukatkat ütött, ezt úgy nevezzük, hogy bepikkelte, és ez arra szolgált, hogy majd vagy a megfestésnek kívánt vakolatréteg jobban tapadjon erre az alsó durva vakolatrétegre. Ugyanúgy járt el, mint az itáliai mesterek. Amikor a 16. századtól a templom a protestánsok élet, ők lemeszelték, és ezzel akaratlanul megvédték a freskókat. Az első freskókat 1898-ban fedezte fel a fiatal Gró István, a magyar műemlékvédelem egyik elindítója. Ő a töredék képekről szerencsére másolatokat is készített, igaz, csak 4 apostolról, de ezek nagy segítséget nyújtottak a későbbi restaurátoroknak. Már ebben az időben is felismerték, hogy az olasz festő rendkívül színvonalas alkotásáról van szó, és a Szászdi mester ismerhette az elő, illetve alárajzolás már említett itáliai technikáját, és az apostolokat is így festhette meg. Körző segítségével először berajzolta az apostolok glóriáját, majd különböző szerszámok segítségével beütötte annak mintázatát, és ezt követően szintén vörös festékkel festette fel az alakok nagyságát, szóval ugyanúgy felvázolta, és ezt ezután következett az apostolok megfestése. A glóriákat nem színezte, valószínűleg aranyozta a vakolat megszáradása után. Ami nagyon érdekes, hogy az apostolok az itáliai trecento stílust követik, nagyon aprólékos, és nagyon odafigyelt a drapériák és az attribútumok megfestésére. Az épület felújítása az 1990-es években kezdődött el, de nagyobb lendületet csak nemrég vett. A templom korábban sohasem sérült meg, tűz sem pusztította. 2018-ban a déli homlokzatát állították helyre, részben a magyar állam Rómer Flóris terv támogatásából. Szászd polgármestere Srina Zoltán évek óta legfőbb szorgalmazója a Szent Miklós templom helyreállításának. A Rómer Flóris terv listáján lévő emlékek azok vagy úgy kerülnek a látókörünkbe, hogy mi a terepen járva találkozunk velük, vagy úgy, hogy a helyi műemlékesek hívják fel a figyelmet, hogy ez vagy az a templom fontos. És a harmadik pedig a Szászd esetében a helyi lelkész, vagy közösség, vagy polgármester ír egy levelet, hogy kér segítséget, akkor a szakemberek kimennek, megnézik, hogy milyen, és a
az fölkerülhet a listára. A freskók modern restaurálása 2000-ben kezdődött. Vladimir Uradnicek professzor 8 szezonon keresztül dolgozott a szentély falfestményeinek feltárásán és restaurálásán. Ő restaurálta a 12 apostol freskóját és diadalív képeit. Jelenleg a templom belső helyreállításának utolsó szakaszában tartunk. A restaurálás a falképek két korszakát, két rétegét tette láthatóvá. Az alsó réteg valószínűleg az első királyi patikus Getwin idejéből 1335-50 között származik a keleti falon. Az utolsó ítélettel, angyalokkal és a hajóban megőrzött felszentelési keresztekkel. A felső réteg származik Szerecsen Jakab korából, és ahogy nem győzzük hangsúlyozni, a legszínvonalasabb falfestményekkel.